Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban azt fogom bemutatni nektek, hogy én miként szereltem be a világítást az MTB bobomba, illetve hogy hogyan raktam föl a különböző kis kiegészítőket. Ugye a mozdonyunk kicsomagolva a dobozból mindenféle kiegészítő és ugye a világítás nélkül érkezik, ezeket nekünk kell föl, illetve beszerelni. Először is a mozdony kaszniát kell leszednünk, ehhez a kis leírás ad némi támpontot, a vezetőfülke felé véggel kell kezdeni, itt a végén alul be kell nyomni egy picit, ott van a kis karom, ami tartja a vezetőfülkét, majd óvatosan le lehet emelni a vezetőfülkét az alvázról. Ekkor láthatóvá válik ugye a mozdony elektronikai panelje, és tovább tudunk haladni a géptér felüli résszel. Itt is a géptér elejénél van a kis karom, ami tartja a gépteret az alvázon. Ezt kell egy picit megnyomni ott az elején, majd utána óvatosan hátrafele, fölfele húzva leemelhetjük a gépteret. Így láthatóvá válik a mozdony komplett alváza, az elektronikai panel és a forrasztási pontok, ahova majd nekünk föl kell forrasztani a kis ledeket. Ami még fontos, hogy a mozdony alvázát is le kell szednünk. Itt először az ütközőket kell kiszedni, majd utána az egész alváz imitáció, ez a kis fröccsöntött műanyag szépen lejön a mozdony súlyról. A ledek elkészítéséhez én azt a módszert alkalmaztam, hogy egy kis fakockára tettem egy kétoldalú ragasztót, és erre raktam rá fordítva a ledet forrasztási célból, illetve ugye ide raktam a kis fényszóró imitációkat is, így sokkal könnyebb volt szerelni. Először méretre vagdostam a mozdonyhoz kapott kis vezetékeket, majd egy kis szike segítségével megblankoltam a vezetékek végeit, hogy ugye hozzá tudjam őket forrasztani a ledhez. A blankolás után a forrasztópáka segítségével egy-egy nagyon pici pötty ónt raktam a lednek a két kis forrasztópadjára, majd óvatosan ehhez hozzáforrasztottam a vezetékeket. Miután mindkét vezeték föl lett forrasztva a ledre, utána egy kis 3 voltos lítium elem segítségével leteszteltem, hogy működik-e, majd egy fekete alkoholos filc segítségével bejelöltem a pozitív vezetéket, ugye ez a későbbiekben jelentősen megkönnyítette a végszerelést. A kis lámpatestbe úgy raktam bele a ledet, hogy először becsöppentettem egy kis pillanatragasztót, majd utána óvatosan beleigazgattam egy ilyen kis csipesz segítségével a ledet, próbáltam figyelni arra, hogy lehetőleg nagyjából középen legyen, és jó irányba nézzen a kis ledünk. Ezután az egész kis lámpa testet ide az alvázba kialakított két kis furatba kell ugye berakni, át kell vezetni a vezetéket, úgyhogy először a vezetéket átvezettem, majd a kis lámpa testet óvatosan a helyére benyomva oda be is pattan a búránk. Lehet egyébként ragasztóval rögzíteni, de én nem találtam szükségesnek, úgy van kialakítva a mozdonyon a kis lyuk, illetve maga a lámpatest is, hogy szépen ott marad bepattintás után. A vezetéket ezután az alvázban kialakított két kis elvezető csatornán át kell vezetni, és így föl is lehet szépen hozni a megfelelő kis forrasztópadokig. Miután mind a 4 lámpával elkészültem és fel is kerültek az alvázra, utána szépen fölhelyeztem az alvázat a mozdonysúlyra, és bekötögettem a ledeket. A ledek bekötésénél ugye egyrésztről figyelnünk kell a polaritásra. Itt úgy néz ki, hogy ezen a képen látszik, hogy a hozzám közelebb eső forrasztó padok a pozitívak, alul és fölül, míg a középsőnél a tőlem távolabb levő forrasztó pad a pozitív pólus. Itt még azt is érdemes megjegyezni, hogy úgy van kialakítva a panel, hogy a két szélső forrasztási pad adja a fő menetfényeket, és a középső pad az AUX 1, illetve a másik oldalt az AUX 2, ami a tolatófényhez kell,
Így a menetirány szerinti jobboldali fényszórót én a középső padra kötöttem, a másikat, illetve a középső felső fényszórót pedig a két szélső forrasztási padra raktam. A mozdony másik végénél is hasonló a helyzet, ott a két forrasztási pad, ami föntről látható, azok adják a menetfényeket, és megfordítva az elektronikai panelt, láthatóvá válik a harmadik, a tolatófényhez tartozó forrasztási pad. Oda kötöttem a menetirány szerinti jobb fényszórót. A felső fényszórókat én úgy építettem be, hogy a fényszóró rögzítése után egy jó hosszú kis vezetéket hagytam, így a gépteret oldalra fordítva szépen rá tudtam oda forrasztani a megfelelő pontokra, és akkor utána ráhelyezés után szépen ez oda besimul, behajlik a géptér alá. Én egy ragasztó szalaggal azért a biztonság kedvéért letakartam itt a mozdony elektronikai paneljét, hogy még véletlenül se okozzon semmilyen zárlatot, semmilyen problémát az a vezeték. Összeszerelés után a mozdonyt a pályán kipróbáltam, világítanak menetirány szerint a fényszórók, és működik a tolatófény is. Ezután rátértem a mozdony különböző kiegészítőinek a felszerelésére. Ugye viszonylag fontos megjegyezni azt, hogy először a világítással célszerű kezdeni, azon belül is az alsó kis fényszórókkal, hiszen nem tudjuk rendesen a helyére nyomni az alsó fényszórókat, hogyha már fönn vannak a korlátok. A korlátok felszerelése viszonylag egyértelmű és egyszerű, az alvázon kialakított kis lyukakba, furatokba gyönyörű szépen beleillenek a kapaszkodók. Az én mozdonyomon minden furat megfelelően ki volt alakítva, és kézzel óvatosan be tudtam illeszteni őket a helyére, majd a végén egy kis csipes segítségével megfelelően lenyomtam őket, hogy biztosan üljenek ott a kis furatokba. A mozdony elején és végén található kapaszkodóknak a beszerelése is hasonlóan történt meg. Itt is szépen egy kis csipes segítségével óvatosan, finoman be lehet őket nyomni a megfelelő helyre, és utána ezek a kapaszkodók ragasztás nélkül is viszonylag biztosan ülnek. Ha egyébként úgy fognák meg a járművet, akkor szerencsére először kijön a kapaszkodó ezekből a furatokból, így én nem javaslom ezeknek a komolyabb beragasztását, esetleg az elején és a végén a két szélső kis rudat meg lehet pöttyinteni egy kis ragasztóval, és akkor biztosabban ott maradnak a helyükön. Az oldalsó kapaszkodók is könnyen a helyükre illenek, őket egyébként szintén nem célszerű teljesen fixre beragasztani, esetleg ilyen gumis figura ragasztóval bonthatóan oda lehet őket rögzíteni, és akkor véletlenül se potyognak ki terepasztalunk leginkább elérhetetlen zugaiba. A kapaszkodók felszerelése után a pályaszám táblákat kellett még a helyére rakni. Itt, mivel a magyar mozdonyhoz nem megfelelő első korlátok vannak, onnan hiányzik egy kereszttartó. Többszöri próbálkozás után végül azt a megoldást találtam működőnek is biztosnak, hogy ezzel a kis gumis figura ragasztóval megkelem a két kis függőleges korlátot, és arra teszem rá a pályaszámot. Ha pillanatragasztót használnánk, akkor viszont azzal kell számolnunk, hogy amint egy picit megfogjuk a korlátot, és egy picit hajlik ez a műanyag, rögtön lepattan onnan lentről. Pillanatragasztó használatával, vagy erősebb ragasztó használatánál én följebb tenném oda a kis kereszt merevítőre a pályaszámot, onnan nem pattan le, innen lentről nagyon könnyen lepattan egyébként. Ezzel a gumis ragasztóval szerencsére sikerült úgy rögzítenem, hogy megfelelően rugalmas maradjon a kötés, de mégis ott maradjon a pályaszám len ezen a két kis rúdon. Amit még érdemes figyelembe venni, hogy az oldalsó korlátok elejénél nincs megfelelően kialakítva a furat, így egy picit eláll ott a kis kapaszkodó. Ezt úgy lehet viszonylag könnyen megoldani, hogy egy kis csípőfogó segítségével a végéről lecsippentünk egy körülbelül 1 mm-t, és akkor már nem fog annyira durván elállni onnan. Valamiért ott a lengyel mozdonynak csinálhatták meg szerintem a kis furatát, ott bent beljebb található egy furat, de oda ez a magyar kapaszkodó sajnos nem illik bele. Összeszerelés után ki is próbáltam a kis mozdonyomat, minden kapaszkodó, minden
tábla minden kis kiegészítő felszerelésre került, és lehet is vele már tolatni. A lámpákkal kapcsolatban még érdemes megjegyezni azt, hogy ugye a gyártó azt javasolja, hogy érdemes a kis foglalatod a búrát kiönteni valamilyen epoxi jellegű anyaggal. Nekem az a tapasztalatom, hogy nem feltétlenül javít túl sokat rajta, hogyha ezt megtesszük, viszont abban az esetben, hogyha esetleg egy LED megadja magát, vagy elenged a forrasztás, vagy bármi történik vele, sokkal nehezebb úgy utána kiszedni onnan a kis világítótestet, így én egyelőre nem raktam bele semmit. Nagyjából ennyi volt a mozdony összeszerelése. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Hogyha nektek van bármi tippetek, ötletetek, hogy ti hogy oldottátok meg ezeket a dolgokat, akkor a kommentekben nyugodtan osszátok meg velem és szerintem mindenki mással, aki megnézi ezeket a tartalmakat. Szerintem fontos, hogy megosszuk a tapasztalatainkat és segítsük egymást a különböző modelles dolgokba. Köszönöm szépen, sziasztok!